Magyar Kanizsán január 8-án hétfőn megkezdte működését a központi autóbusz megálló. Az Erdő utca 3 szám alatti címen az Idea áruház mellett található megálló egy hétig próbaüzemben lesz, majd január 15-től csak a központi megállón lehet felszállni az autóbuszokra. A Knesa épületével szembeni megállót lezárják. A többi most is működő megálló megmarad, mondta Bajtai Balázs. Az autóbusz megállók helyzetének a meghatározására szóló községi rendeletünket kellett megváltoztatni, aminek egy előfeltétele, hogy a közlekedésügyi minisztérium adjon rá egy jóváhagyást. Tehát megküldtük a rendelettervezetünket a minisztériumnak, ők adtak rá egy jóváhagyást, aztán a községi képviselőtestület jóváhagyásával meg tudtuk változtatni ezt a rendeletet, és most már el tudjuk indítani funkcióba ezt a busz megállót. Mindenféleképpen az összes busznak a kiinduló pontja ez a megálló lesz. A szolgáltatásokról majd az üzemeltető fog beszélni pár szót. Ezzel az autóbusz állomásnak, megállónak az elindításával azt szeretnénk elérni, hogy a városban össze-vissza parkoló autóbuszok többé ne tegyék ezt, tehát mindenkinek kötelező lesz itt lent a megállón parkolni. Valamint ezzel a megállónak a megnyitásával párhuzamosan az úgynevezett szabadkai buszmegállót, ami fönt a városban a Knesával szemben található, ezt le fogjuk zárni fizikailag is, tehát ott nem fognak többé megállni az autóbuszok, parkolni sem lehet majd rajta, tehát az egy üres tér lesz. A könyvtárnál lévő úgynevezett zentai busz megálló, az meg fog maradni, hiszen a másik irányból jövő autóbuszokat nyilván nem fogjuk rákényszeríteni arra, hogy először lejöjjenek ide, és aztán folytassák az útjukat a másik irányban. Az utasforgalmi vállalatokat és minden más érintettet is tájékoztatott az önkormányzat a változásokról. Az autóbusz megálló épületében melegben várhatnak az utasok az autóbuszokra, mondja Radolov Zsolt, az autóbusz állomást működtető cég vezetője. Hétköznapokon úgy tervezzük, hogy hétköznapokon leszünk délelőtt nyitva, mivel akkor van a legnagyobb szükség rá, de meglássuk, egy idő után meglássuk, hogyha van rá szükség, akkor tehát egész nap. Az önkormányzat a központi autóbusz megálló üzemeltetőjével 10 éves szerződést kötött.